Szekszárdi Sportkerékmodellező Sportegyesület 2010-ben alakult néhány elhivatott technikai sportrajongó összefogásával. Az egyesület célja a rádiótávirányítású modellezés, mint verseny és szabadidősport, mint szélesebb körben történő bemutatása, a fiatalok szabad idejének hasznos eltöltése, a kezdő és profi modellezők segítése, támogatása. Fontosnak tartják, hogy a megyében hosszú idő után újra felkarolják ezt a sportágat. Kezdetben sok nehézséggel kellett megküzdeniük, mert nem volt alkalmas hely arra, hogy edzéseket vagy versenyeket szervezzenek. Én úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy nagyobb területet és egy olyan területet, ahol érdemes a beleölt pénzt, energiát és munkát hosszabb távon kamatoztatni, és megkerestem a szekszárdi városvezetést. Többszöri megkeresés után a sportközponttól kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy Szekszárdnak itt ez a nem használt, elég elhanyagolt területe, hogyha ez nekünk megfelel, akkor itt elkezdhetünk esetleg létrehozni valamit. Jelenleg ott tart a pálya, hogy még épülőben van, körülbelül 90%-os készültségben van a pálya. Ami még nagyon hiányzik az egyesületnek, egy rendes emelvény, ahol ezt a pályát be lehet látni, és megfelelő körülmények között biztonságosan be is lehet látni. Erre volt már több kezdeményezés is. Még mindig keresik a támogatókat, próbálunk egy olyan megoldást kialakítani, ami megfelel annak, hogy a Magyar Modellező Szövetség is elfogadja a pályát, és ha elfogadja, akkor egy magyar bajnokságot hozunk ide Szekszárdra. Jelenleg 28 főből áll az egyesület, de bárkit szívesen látnak, aki csatlakozni szeretne hozzájuk. Ahhoz tulajdonképpen, hogy egy bárki, vagy egy fiatal, vagy egy idősebb is nekiálljon és elkezdje ezt a modellezést, érdemes elkezdeni egy építőkészlettel, vagy ha komolyabban gondolja, ha esetleg egy egyszerűbb és egy olyan megoldást szeretné, hogy el szeretné dönteni, hogy tudja ezt csinálni, vagy tetszeni fog ez, vagy későbbiekben szeretné folytatni, akkor egy RTR, egy kezdőkészletet érdemes menni, amivel ki tud jönni ide a pályára, és el tudja kezdeni a modellezést, vagy kipróbálni egyáltalán, hogy tetszik-e neki. Ha tetszik, akkor semmi akadálya, az egyesület pont azért jött létre, hogy segítse a környékbeli modellezőknek a hobbis tevékenységét, és ebbe mindent meg fogunk tenni, hogy itt Szekszárdon visszahozzuk azt a modellező életet, ami eddig is volt. A célok között szerepel az is, hogy megszólítsák azokat a fiatalokat, akik otthon ülve a számítógép előtt virtuálisan űzik ugyanazt, amit itt az egyesület keretein belül a szabad levegőn jó társaságban hasonló érdeklődésű emberek között tehetnének. Volt barátom, aki elkezdte, de nem voltak túl kitartóak, mert azért türelem is kell ez a sporthoz rendesen, de sok gyakorlással elég rendesen ott lehet lenni a top 10-be például. Legelőször 4 éves koromban jártam apukámmal versenyezni, akkor még nem nagyon tudtam vezetni, de már próbálgattam így versenyen kívül. Legelőször 6 éves koromban indultam el egy versenyen. Hát akkor még egy kicsit ilyen ügyetlenül, de már olyan 10 éves koromra körülbelül már olyan dobogós helyeim voltak. Fekete Róbert a fiával Biatorbágyról érkezett, hogy a szekszárdi pályán gyakorolhasson az autójával. Nagyon kevés pálya van az országban, ennek az az oka, hogy a modellező közösség annyira nem nagy Magyarországon, és egy bizonyos régióban, hogyha nem tudnak összejönni legalább 5-10, akkor nincsen meg a megfelelő emberi erő és kedv ahhoz, hogy egy pályát fenntartsanak. Hiszen az, hogy megépítsenek egy pályát, ahhoz nem csak rengeteg pénz kell, hanem utána rengeteg kitartás is, hogy azt fenntartsák, hiszen a gyom meg a gaz az óriási ellenségünk. Egy ilyen színvonalú pályát összehozni az sok-sok-sok millió forint, és hát ez nem jött volna létre a helyi szekszárdi modellezők meg az Ede nélkül főleg. Bánki Ede azt is elmondta, hogy a téli időszakban a modellezők többsége szervizel és felkészíti az autóját a tavaszi megmérettetésekre, vagy pedig a terembajnokságokon vesznek részt. Sportcsarnokokban szőnyeges körülmények között, nem ezekkel az 1.8-as autók, egy kisebb 1.10-es méretűekkel, de akkor terembe vonul a modellezés. A hosszú távú tervekben szerepel a fiatal modellezők segítése egy szakkör jelleggel, minden évben a Magyar Bajnokság egy futamának megrendezése, és emellett egyesületi kupaversenyt és gyereknapot is szeretnének rendezni.